Kocsis Csaba és egy ifjú tehetség Pap Antónia zenei előhangja szolgált bevezetőként, a Nagyvárad után Berettyóújfaluban is látható, nagyrészt portrékból álló fényképek tárlatán a Bella Costa étteremben. A képeket a Magyar Kultúra napján mutatták be a Tibor Ernő galériában, ahonnan első hazai bemutatója a művészetet régóta támogató Bella Costába vezetett. Első momentumként egy szomorú eseményről emlékeztek meg. Szomorú kötelességünknek tettünk ereget, és nagyon furcsa volt, hogy fizikálisan Csorba György nem volt velünk. De Mórának a dédunokája mondta egyszer, hogy egy ember addig él, ameddig szeretik. És azt gondolom, hogy ez nem csak a temetésen, hanem most is megtapasztaltam, hogy Györit nagyon sokan szeretik. És valahol ő a maga módján, ő is egy alkotó ember volt. Ha azt mondom, hogy közös alkotásunk az, hogy itt elindult egy olyan kulturális folyamat, amit Olaszországban vagy Nyugat-Európában évek óta működik, ebből ő partner volt. Legutóbb Gombos Ferencnek a Magyar Kultúra napján a Tibor Ernő galériában nyitottam kiállítást, és úgy gondoltam, hogy azt a tárlatot, ha már levettük, nem maradjon parlagon. Gombos Feri, mivel ő egy mindig megújulni képes művész, ő ebbe partner volt, és azt mondta, hogy igen, jöjjünk ide, jöjjünk erre a különleges helyszínre, és itt élnek az ő portré, főleg úgy, hogy köztük azért számtalan újfalui, vagy ismerős arcot, vagy hírességet is fedezzünk föl, vagy a hírességet és újfaluit, mert azt mondom, hogy a Bújdos Imre olimpiai bajnok rajta van, akkor mögöttem pedig itt van az édesanyja, akit Háló utcának ismernek az idősebbek. Tehát ez mindenféleképp azt gondolom, hogy egy ember közeli dolog. Gombos Feri úgy tud egyszerű lenni, hogy egyben modern, és nekem ez volt a nagyszerűsége. Én szerettem azt a bohémságát, mikor ő diszkózott, és fiatalember volt, és érte a világát, és pont azért gondolkoztatott el az, hogy milyen komoly tartalmú képekkel tudott megjelenni Berettyóújfaluban. És ez a dolog sok mindent elindított bennem, és tulajdonképpen az, hogy az európaiságot tudja valaki a szülőföldjén keresztül, vagy egy bizonyos fajta látásmóddal képviselni, az bennem valahogy ő testesíti meg. És pont a mostani megnyitóban is elhangzott az, hogy ugye Gombos Ferenc képi világa az kötődik a tájhoz, legyen az bihari táj, vagy az épített kultúrához, egy város részlethez. Gondolj csak arra, hogy akár a Berettyóújfaluról szóló fényképes album is az ő nevéhez kötődik. Ugyanakkor most azért portrékat látunk, és abban is egy szűk metszetű portrékat. Egy alkotásnak, egy rendezvénynek, egy filmnek én mindig azt keresem, hogy van-e lelke. Ha lélek ott van mögött, akkor nincs gond. Portré visszanéz, tehát a lélek tükre mondjuk ezt mondom, de én nem a tükröt keresem, hanem a lelket, és mindenki azt keresi. Tehát az a visszanézés, az nem egy egyszerű mezei tükörről van szó. Meg kell érteni ezeket a képeket. El kellett gondolkozni, be kell fogadni, érdemes többször is megnézni, más megvilágításban, más napszakban, más és más lát ki belőle az ember. Számomra az az érdekes, hogy valaki, aki szertelen tud lenni a magánélet, mennyire összeszedett, precíz és a művészeti munkában. Ez mindig lenyűgözött bizonyos fajta művészeknél, és azt gondolom, hogy Feri ugyanezt képviseli. Gombos Ferenc fényképei május végéig lesznek láthatóak a Bella Costa étteremben.